40 éve foglalkozom építészet, az építészet történetével, 30 éve oktatom. Nem meglepő talán, hogyha ebben az előadásban magáról az építészet történetről szeretnék beszélni. Volt időm gondolkodni azon, mire is szolgál. A mi haszna egybeírva a fölösleges szinonimája, ám ha külön választjuk a mi haszna kérdés, módot ad arra, hogy kézenfekvőnek tűnő válaszokon túllépjünk. Nem tagadom, a címadásban segítségemre volt Friedrich Nietzsche a Történelem hasznáról és káráról című könyve 1873-ból, melyben a történelem szemléletének három típusát mutatja be. Ezek a monumentális, az antikvárius és a kritikus szemléletmód. Röviden idéznék Nietzsétől, mit is értett három fogalmom. A monumentálisról a következőket mondja: A történelem mindenek előtt a tevékenyé és hatalmasé, azért, aki nagy harcot harcol, akinek mintaképek, tanítók, vigasztalók kellenek, amilyeneket nem talál a jelenben. Pozitívuma, hogy a történelmet, mint a rezignáció elleni szert használja, hiszen ha az egyesek harcának nagy pillanatai láncot alkotnak, ha bennük az emberiség évezredeket átfogó hegyvonulata kapcsolódik egybe, akkor a jelenben is van remény erre. Hátrányairól következőképp beszél: ha tehát a múlt monumentális szemlélete uralkodik, a múlt maga szenved kárt, egész roppant részei merülnek feledésbe, sújtja őket megvetés, és folynak tovább, mint valami szürke vége, nincs áradat melyből csak egyes felékesített faktumok emelkednek ki Sziget gyanánt. A monumentális történetírás az analógiával téveszt meg, a csábító hasonlatossággal a bátrakat vakmerősségre, a lelkesülteket fanatizmusra indítja. Idézet vége. A következő az antikvárius szemlélet a megőrző és tiszteletet érző lényé, aki hűséggel és szeretettel pillant vissza oda, ahonnan jött, amiben lett, egy kegyelettel, mint egy lerója háláját a létezésért. Értéke még, hogy az egyszerű megkapó jókedv és elégedettség érzését terjeszti ki, szerény, zord, sőt nyomorúságos körülmények közepette is. Hátránya, az antikvárius szemlélet mindig igen szűk látókörű, a legtöbb dolgot nem is észleli, és azt a keveset, amit lát, túlságosan is közelről és elszigetelten látja, nem tudja felmérni, ezért minden egyformán fontos neki, és valamennyit túl fontosnak látja. Végül a kritikus szemlélet, erről ír a legrövidebben, a kritikus az élet szolgálatába állítva ítél, ítélőszék szék elé a történelmet, vallatóra fogja és végül elítéli idézet vége. Ez annyit tesz, hogy óriási mennyiségű tudástömeget cipelünk a hátunkon, eltöltekezünk a rengeteg adattal, az állandó jólakottság érzése pedig felmorsolja az aktivitásunkat, elveszi kritikai érzékünket. Ezért ébernek és távolságtartónak kell maradnunk, a történelem kritikai szemléletére lenne a legnagyobb szükség, mondja ezt Nietzsche. Ö, az el, el, első szemlélet a romantikusé és a forradalmáré, de épp úgy a populista politikusé is. A második a tudósok sajátja, elsősorban a XIX. századi pozitivizmusé és historizmusé, tágabb értelemben minden a választott világában elmerülő specialistáé. A Nietzsche szimpátiáját elnyerő kritikai szemlélet azért olyan rövid, mármint a leírása, mert egyértelmű, csak az alakíthatja az életet aktívan, aki nem pótszerként használja a múltat, hanem tanul belőle és a jelennek él. A közelmúltban három olyan eseményel kerültem kapcsolatba, melyek különböző módon, de a fenti gondolatokhoz kapcsolódnak. Az első egy régebbi konferencia az építészet történet oktatásáról, a második a Magyar Építészeti Múzeum jövendő koncepciója, végül a harmadik a közelmúlt építészeti értékeinek felgyorsult pusztulása. 2010-ben Simon Mariannal szerveztünk egy szimpóziumot a műegyetemen, arra voltunk kíváncsiak, hogyan látják az építészettörténet helyzetét a különböző iskolákban tanító oktató kollégák. Milyen kihívásokkal szembesülnek, milyen módszerekkel dolgoznak, milyen eszközöket találnak a problémáik megoldására. A vitaindító Mário Kárpó angol építészettörténész és kritikus eszéje volt, a miért nincs szükség építészettörténészekre az egyetemen, egyetemeken eléggé provokatív cimmel. A jövőre orientált és egyre gyakorlatilasabb építészképzésben nálunk is sokan feleslegesnek vagy túl soknak tartják a képzés egészét átfogó kronolikus építészettörténetet, ami 70 éve alig változott. A tömeges képzés keretében a kis csoportos munka szinte lehetetlen. A több száz fős évfolyam előadások anyagát a számon kérhetőség óhatatlanul a lexikális ismeretek felé nyomja. Ez pedig az interneten korlátlanul elérhető információ miatt kelt feszültséget. Érnek kevés, hogy ez a szakma története, amit minden építésznek ismernie kell, ha nem ad többet az építészet megértéséhez, vagy olyan élményt, ami különbözik az enciklopédikus ismerettől. A konferencián elhangzott, hogy az oktató személye meghatározó vonzerő lehet, és a beszélgetések során többször is előkerült Pogány Frigyes és Szent Király Zoltán neve. Ellenvetésként viszont rögtön felmerült, hogy az egykori élmény egy adott korhoz kötődött, amikor mind az egyetemi tanár, mind az építészet történet más pozícióban volt, mint ma. Ez igaz, de az, érzésem, az az érzésem, hogy a digitalizáció és a távoktatás lehetőségei olykor kényszere mellett sem csökken a személyiség szerepe. Nem csak arról van szó, hogy a jó, ha, jó oktató lebilincseli a hallgatóságát, hanem hogy tanulni lehet tőle, tőle problémalátást, érvelésmódokat, vitakultúrát, vagy éppen etikus magatartást. A szocializmus idején is volt lehetőség eltérő látásmódot belevinni a, az órákba, az építészettörténet tárgyalásába. Szentkirályi Zoltán például, akinek az építészeti tér történeti kategóriáiról szóló tanulmányától a tanszéket vezető Major Máté szerkesztőként elhatárolódott, elhatárolódott amikor leközölte az építési-építészeti tudomány folyamatban. Ő tehát nagy élvezettel tárgyalta óráin a barokk templomok kompozíciójának szimbolikus jelentését vagy azokat az érzékelést megtévesztő fogásokat, melyekkel Bernini próbálta korrigálni a Szentpéter tér eredeti tervéne a Madernó hibáit. Pogány Frigyes sem csak azért érdemel említést, mert nagyszerű előadó volt, hanem mert új témákat és szempontokat vetett fel. A Terek és utcák művészete és a Belső Terek művészete című két korai könyve a tér észlelése, érzékelése és esztétikai élvezete hármasán alapuló úttörő munka volt, és érdeklődését az Iparműszeti Főiskola milliója terelte később a tárgykultúra és a szép emberi környezet általánosabb témája felé. Hadd állítsam kettejük mellé a náluk fiatalabb Gusik Tamást, aki a szerzetes rendek építészetéről beszélt szenvedélyesen, de hiszen maga is olyan volt, mint egy örmény szerzetes, vagy órán kívül kedvenc témájáról a középkori templomok tájolásának a rendellenességeiről. Gusik és Szentkirály szervezték az építészet történeti tudományos diákkör országjáró kirándulásait, ahol középkori templomokat, várkastélyokat, népi építészet emlékeit ismerhettünk meg testközelből. Bizonyára nem véletlen, hogy éppen ezekre a tapasztalatokra emlékszünk hogy szívesen, ezek tették élővé és emlékezetessé azt, ami az órákon elhangzott vagy a vetítővászonra került. A szimpóziumon felmerült nem biztos, hogy az őskor az a pont, ahol a történetet elkezdve kialakulhat a hallgatókban az építészet történet iránti fogékonyság. A tematikus vagy problémacentrikus megközelítés mellett ugyan hangzottak el érvek, ám a többség szerint erre csak a választható tárgyak esetében és inkább a mesterképzésben van lehetőség. Vagyis azután, hogy az egész építészet történetet megtanítottuk nekik. Szögezzük le, nem a kronológiával van a baj. Az időrendi tárgyalás jó keretet adhat az ismeretek rendezéséhez, most idézek az akkori véleményekből, csak el kell szakadni a stílus történettől, az áramlatok és az évszámok köré rendezett szemlélettől. Ahogyan Marian az összefoglalóban írja, megint idézek, az egyes korokat az aktuális problémák felől közelítve, kialakítható egy a fogalmak, jelenségek, jelentések, Köré rendezett izgalmas építészettörténet, ami persze hatalmas és átfogó tudást kíván az előadótól. A problémacentrikus tárgyalással egyet lehet érteni, de manapság már elkerülhetetlennek tűnik a teljesség feladása. Valójában a nyolcfél éves építészettörténet is csak látszólagos teljesség. Hiszen, hiszen, szinte kizárólag az euróatlanti úgynevezett nyugati kultúrákat tartalmazza, tehát nem világtörténet, nem globális történet. A magyar szakirodalomban egyedül Szent Királyi kétkötetes könyve terjed ki a távol-keleti, a dél- és közép-amerikai kultúrákra is. Az anyag bővítése helyett tehát megfontolandó lenne annak megrostálása, jobb lenne tudatosan vállalni töredékességet akár azon a címen, hogy fejezettek az építészet történetéből. De menjünk tovább. Minden kánon válogatás eredménye, és a nálunk oktatott törzsanyag döntően a kiemelkedő alkotásokat, a monumentális középületeket és egyéb remekműveket tartalmazza. Ilyen értelemben nincsen monumentális szemléletéhez áll közel, miközben az egyes fejezetei az antikvárius magatartás jegyeit mutatják. A régebbi korok fejezeteiben kevés szó esik a hétköznapi környezetről, az átlagos városi és vidéki lakóépületekről, életmódról, a beépítésmód és a városszerkezet összefüggéseiről, a köztérhasználat változásairól. Ebből következik, hogy ugyan sokféle leírással, olykor kitűnő épületelemzésekkel találkozunk, kritikus hanggal, újfajta vizsgálati szempontokkal alig. Márpedig az építészhallgató számára akkor válik a múlt igazán érdekessé, ha az előadó egykori jelenként képes bemutatni a régi alkotások születését, érintve a társadalmi-kulturális kontextust, a technikai lehetőségeket és kötöttségeket, a megrendelő-tervező-kivitelező kapcsolatát, a helyi anyagok, az éghajlat vagy a reprezentációs igények hatását az építés módjára. A Műegyetem egykori professzorai által írott kitűnő tankönyvsorozat még jó ideig használható, de miért ne lehetne az éppen a aktuális előadónak a kötetek anyagától eltérő tematikát oktatni, ahogyan ezt Horváth János tette a két világháború között a Pázmány Péter Tudományegyetemen, amikor a 19. századi magyar irodalom tantárgy óráin egész filében Arany János őszikék versziklusáról beszélt, de a teljes anyagból vizsgáztatott. A második esemény egy tavalyi felkérés volt, mely a Magyar Építészeti Múzeum gyűjtési és kiállítási koncepciójának kialakításához kérte a segítségemet. Pontosabban a megbízás arra szólt, hogy írjam le a 20. századi magyar építészet korszakait és tendenciáit, ezen túl megengedte, hogy elmondjam a gondolataimat a múzeum jövőjével kapcsolatban. Tudom, hogy több művészet és építészet történész kapott hasonló felkérést, nem nehéz tehát arra következtetni, hogy a megrendelő az egész magyar építészet korszakairól és tendenciáiról szeretett volna képet kapni. Mihez is? Sejthető, hogy a tervezett állandó kiállítás vezérfonalához. Nem tudjuk kikészíti ezt a koncepciót, és hogy vitára bocsátják-e majd. A magyar építészet ezer évéről több könyv készült már 1937 Birbaer Virgil első nagyon Ma is nagyon aktuális és érdekes könyve óta, de állandó kiállítás szervezni ezen az alapon több mint kérdéses. Elsősorban azért, mert a múzeum gyűjteménye alapvetően 19. és 20. századi műtárgyakból és dokumentumokból áll. Elvétve előfordulnak korábbiak, korábbiak is, de a honfoglalástól a török kifizéseikről terjedő hosszú időszak szinte teljesen hiányzik. A kiállítható tárgyak zöme papíranyagú, vázlat, terv, rajz, fotó, fotókönyv, folyóirat, melyeket műtárgyvédelmi okokból három hónapnál hosszabb időre nem lehet kiállítani, vagy kitenni a fény hatásának. Egyébként átfogó történeti kiállításon építészet látható a Nemzeti Múzeumban is, a Budapesti Történeti Múzeum Vári Múzeumában is, a Kiszteli Múzeumban is. Az építészeti múzeum állandó kiállításának hiányait nem lehet kölcsönzéssel, letéttel, vagy csupán mai fotókkal, makettekkel betölteni. Amit korábban a kronológikus rend problémáiról mondtam, itt is érvényes. A periodizáció és terminológia a 60-as években volt a művészete történet elsődleges problémája, egy stíluskorszakok és irányzatok alapján rendezett kiállítás alig ha vonz ma már közönséget. Az állandó kiállítás veszélye, hogy évtizedekre befagyasztja a kurátor koncepcióját, amit csak lecserélni lehet, ha már végképp elavult. Ha mindenképpen szükség van átfogó kiállításra, annak tematikus, problémacentrikus rendezése nagyobb szabadságot biztosít egyes termek vagy modulok folyamatos cseréjére. Nem ma merül föl először ez a probléma. Egy 2015-ös tanulmányban olvastam, hogy Párhuzamba lehet állítani az építészeti múzeum sorsát az építész szakma egészének a történetével, marginalizálódásával, majd a köztudatból való eltűnésével. Az építész kar magába zárult, elvesztette képességét arra, hogy irányítsa a szakmáról szóló közbeszédet. Ezt a folyamatot egyébként a Fuga Nyári Akadémiának egy korábbi előadásában Szilveszter Ádám részletesen bemutatta. A hazai politikai és kulturális diskurzusban az építészetről csak akkor esik szó, ha komoly konfliktus vagy botrány támad. Ezeket régebben az üzleti, ma inkább a politikai térfoglalás és az emlékezett politika szimbolikus gesztusai robbantják ki. Kérdés, hogy ebben a helyzetben a múzeum egymaga képes-e az építészetet visszavezetni az uralkodó diskurzusba. 2015-ben kulcskérdésnek tűnt, hogy a múzeum ellenálljon a közhangulatot meghatározó nosztalgiának és a politika historizáló szándékainak. Ehhez arra van szükség, hogy az építőművészet fogalmát kiterjesszük az építés zűrzavaros valóságára, amiben élünk, és szembesítsük a látogatót a problémákkal, amelyeket éppen az elit építészet világa takar el előle. Ilyenek a tömeges építés városon és falun, a hétköznapi környezet állapota, lakhatási problémák, a nyilvános terek használata és kisajátítása, a természeti táj, növényzet védelme, új építés helyett rehabilitáció, fenntarthatóság és így tovább, vagyis a jelen problémái. Ha a múzeum e témák révén kapcsolatba tud kerülni a jelennel, és segíti látogatóját, hogy megismerje az építés anyagait, módszereit, történetét, de legfőképpen megtapasztalhassa az építészeti élményét, akkor van remény arra, hogy másképp tekintsenek a történeti korok emlékeire is. Ez a nyitás a fenomenológia, etnográfia, kulturális antropológia, szociológia felé vissza kell hasson a régi korok építészetét értelmezni kívánó kurátorok kiállítási koncepciójára is. A látogatót segíteni kell a dolgok megértésében, fel lehet ajánlani különböző interpretációkat, de a következtetések levonását rá kell bízni. Nem vagyok muzeológus, nem tisztem itt arról beszélni, milyen eszközökkel lehet ezt a célt szolgálni, csak néhány eszembe jutó példát említenék. Sokan emlékszünk a Bécsi Traumund Wirklichkeit kiállításra a 80-as évekből menek tervezője, Hans Hollein építész volt, aki például a 20-as évek szociális lakásépítéséről szóló teremben a padló szőnyegbe beleszövette a Karmax Hof egyik típus lakásának az életnagyságú alaprajzát. Be lehetett járni és lehetett érzékelni a lakásnak a hallatlanul kicsi méreteit. Ugyancsak léptékhelyes modell volt a Kiszteli Múzeum óbudai kísérleti lakótelepről szóló kiállításán a Minári Olga féle társaság lakásának installációja, a konyha akkor újdonság számba menő eredeti beépített bútorainak bemutatásával, ennek a kiállításnak Brancik Márta volt a kurátora. Vagy, hát, hogy nem menjünk messzire, ilyen Zalotai eremér svájci házának, szerkezetének egy részlete másolatban itt a fuga előcsarnokában. Végül a harmadik téma nem egyetlen eseményhez, hanem azok sorozatához kötődik. A 60-as, 70-es évek modern épületeinek bontásáról van szó, melyek közül Pintérbél a Kossuth téri környezetben nem élő irodaházának és virágcsaba Budavári villamos teherelosztó épületének eltüntetése keltette a legnagyobb visszhangot. Ahogyan, ahogyan a modern építészet korábban bírálta, megvetette és ennek következtében bontotta, átalakította, gyakran lecsupaszította a historizmus és szecesszió alkotásait, most a modern építészetet érte el ugyanaz a sors. Amúgy is kevesen értették, de mióta a politika, kiirtotta a történelemből a 40 évet, pontosabban a 45 és a rendszerváltás közötti időszakot tette zárójelbe. Vesd össze a történelem monumentális szemlélete, Nietzsénél. Azóta divat utáni mindent, ami a szocializmus idején épült. Márpedig akkor ugyanúgy születtek jobb és rosszabb egyedi épületek, mint korábban, akár a felmagasztalt historizmus idején. Csak a disznéküli épületek esetében nehezebb megkülönböztetni a jót a gyengéptől vagy a rossztól. Ebben az esetben a magam szemlélete, a modern építészettel foglalkozó énemről beszélek, könnyen minősíthető antikváriusnak, szűk látókörűnek, hiszen sokat foglalkoztam ezzel a korszakkal. Jól ismerem alkotásait, sőt tervezőjének jó részét személyesen is ismertem és tiszteltem. Számos alkotása a szívemhez nőtt, és igen, fáj, ha eltűnnek. Ahogyan sajnálom Gulyás Zoltán főbb műveinek, vagy Jánosi György Kazincovarcikai kórházának barbár átalakítását, Farkasdi Zoltán olimpia szállójának bontását, még ha ez utóbbi nem is tartozott a legsikerültebb művei közé. Nap mint nap jönnek a hírek, hogy lerombolták Virág Füredi Vitorlás Klubházát, Ferenc István Újpesti Művelődési Házát, és most már Bodonyi Csaba Edelényi Művelődési Háza van a soron. Utóbbiak egyébként már a következő, ma is élő generáció alkotásai. Az építész szakma elitje hüledezik, a helybeliek és a nagy közönség pedig nem érti, itt a probléma, hiszen elavult, lerobbant, barátságtalan épületekről van szó, melyek helyébe szép új házak kerülnek majd. Épül, szépül hazánk. Magam Juhász Nagy Balázs, a Borsodabói-Zemblén megyei építészkamara elnökének az építészfórumra nem föltett írásával értek egyet, Kulturális örökség jövőnk alapköve című címmel készült ez az okosan érvelő írás. Elsősorban a veszélyeztetett Miskolci épületek kapcsán. Balázs azt írja, ha nem akarunk hamarosan nekrológokat írni egy korszak épületeinek romjain, melyek saját korukban merész, előremutató alkotások voltak, mai szemmel pedig példamutatók és tanulságosak egyszerre, akkor lépéseket kell tennünk, hogy megóvjuk őket, idézett vége. Ez elsősorban műemléki kérdés lenne, de hát hová lett a műemlékvédelem több mint száz éves szervezete? Viszont legalább annyira a szakma ambivalens hozzáállásának és az építészet történetírás mulasztásainak a következménye is ez. Tehát ha kritikus szemléletről beszéltünk, történelmi szemléletről, akkor itt akár önkritikáról is beszélhetünk. Ugyanis való igaz, hogy hogy a 45 utáni építészet kutatása az, az, elmúlt évtizedekben nem vált centrális kérdésé. Ma sem foglalkoznak elegen ezzel a korszakkal, és hát nem nagyon születnek meg a hiánypótló monográfiák, alapos feldolgozások és értékelések. Különösen kellő időben nem születtek meg. Nincs közmegegyezés abban, mik számítanak főműveknek, mely alkotásokat lehet Pragmatikusabban felújítani, melyeket kellene elsődleges értékeként megőrizni, helyreállítani, és melyeket lehet nyugodtan bontani. Kánon hiányjal küzdködünk ebben az esetben. Azért vannak jó jelek, azt kell mondjam, hogy fiatalabb generációjú építészek és művészettörténészek foglalkoznak már a 45 utáni ipari építészettel templomépítészettel, lakótelepekkel. Az építészeti múzeum kiadványai is jó ideje törlesztenek ebből az adósságból. Mindenki emlékszik talán a pár évvel ezelőtti Bécsi Ringturm kiállítóteremnek a magyar kiállítására. A kiállítás itt is látható volt, és a katalógusát lehetett is vásárolni. Vagy hagyj említsem az Arz 2018-2-es számát, ami a 60-as évek ismeretlen építészete címmel jelent meg, és ö, ö, olyan ö, művészettörténészek és építészek ö, tanulmányai jelentek meg benne, mint Habapéter, Lantos Edith, Hartmann Gergely, vagy a mumén végzett Jankó Anna, aki a társművészet kérdését vetette fel ebből az időszakból. Ö, és hát befejezésül azt mondhatnám, hogy nagyon nagy szükség lenne folytatni ezt a munkát, hiszen ennek a feltárásnak, alaputatásnak a hiányában rettenetesen nehéz azt a kategorizálást megtenni, ami egyébként a műemléki törvényből nem derül ki, hogy lehetséges, ha az ember a modern mozgalom konzerválásával és. Meg, meg, felújításával foglalkozó nemzetközi szervezetnek, a dokumomónak a konferencia anyagait olvassa, vagy, vagy a folyaratokban megjelenő cikkekből tájékozódik, akkor kiderül, hogy réges-rég nem akarta senki az ezt a korszakot kutató és szerető szakemberek között, hogy mindent megőrizzünk, mindent helyreállítsunk, mindent műemlékként kezeljünk, hiszen nagyon sok kísérlet történt anyagokkal, szerkezetekkel, ami nem vált be, a modern építészek kezdetben nem az öröki valóságnak szánták az épületeiket, tehát kb. A 30 éves élettartamra. Jobb nem belegondolni, hogy a panelházakra milyen garanciát vállaltak, mondjuk így a tervezőik annak idején. És Hát teljesen nyilvánvaló, hogy a nemzetközi jelentőségű vagy országos jelentőségű modern emlékeket azokat ugyanúgy kell kezelni, mint egy középkori barok vagy historizáló épületet, ugyanúgy is kellene kutatni, és ugyanannal alapossággal, és az eredeti anyagok, szerkezetek minél nagyobb megőrzésével felújítani. Ebben egyébként volt egy elmozdulás a dokumentumon belül is a, korábbi toleránsabb iránytól, amelyik elsősorban inkább csak a megjelenésre, a látványra koncentrált, és azt mondta, hogy hát a nem bevált anyagok, nem beszerezhető anyagok esetében azok cseréje is elképzelhető, a hőtechnikai és egyéb műszaki előírásokat is valahogy be kéne tartani. Ám az utóbbi évtizedben egyébként, ha megnézzük, akkor például a Bécsi Werkbund a legfrissebb felújításánál már falkutatásokat végeztek, és a fenntarthatóság szempontját azt úgy érvényesítették, hogy nincs külső hőszigetelés, az eredeti vakolatok, eredeti nyílászárók maradtak, és egyéb okos megoldásokkal csökkentették az energiaigényet ezeknek az épületeknek, és még a belsőben az eredeti színezést és a helységek elrendezését is igyekeztek megtartani, vagy helyenként visszaállítani. Hát ettől még elég távol vagyunk a két háború közötti épülete kapcsán is, bár erre most az éppen az építészeti múzeum által felújítás alatt álló és az ő épületükké váló Bajza utcai Fischer József villa, a Walter Rózsi operaénekesnő villájának a helyreállítása adhat lehetőséget. A 45 utáni építészet esetében egyébként én azt gondolom, hogy mindenképpen a szakma, az építész szakma, művészettörténészek és a műemlékvédők egyetértésével kellene azt a rangsort kiválasztani, ami az előbb említett három kategóriába sorolhatná az emlékeinket, és hát amelyik teljesen alavult, használhatatlan, nem lehet funkciót találni, azt az épületet nyugodtan le is lehet bontani. Tehát szó sincs arról, hogy itt a vaskalapos művészettörténészek mindent az eredeti állapotukban szeretnének megőrizni. Tehát most visszatérve a, a Nietzschei három fogalomhoz, a monumentális antikvárius történelem szemlélethez és a kritikushoz, talán nyilvánvaló, hogy számomra a kritikus hozzáállás, és ebben az, az önkritikusat is beleértem, a mérvadó, és hát nagyon jó lenne, hogyha ezen a területen ez a szemlélet érvényesülne. Végül egyetlen mondat még, hogy két nappal ezelőtt szembesültem azzal, hogy a mai előadásomnak a nagyon frappásnak érzett címe, tudattalan plágium mert hogy szeptember végén lesz a Művészettörténészeknek egy előző évről elhalasztott konferenciája, a Látkép 2021 Fesztivál a 9. kerületi bölcsészeti központban, ahol Cvikl András művészettörténész vezet egy szekciót, aminek az a címe, hogy mi haszna a művészettörténet. Valószínűleg érdemes oda is elmenni.